Az 1970-es évek második felében az egykori magtárból tornatermet alakítottak ki, amely a 2010-es árvíz idején adományraktárként is működött. A lapos tetős épület már régen megérett a felújításra. Az adományozók jó voltából Dolgos Zsolcai kezek munkájával sátortetőt kapott az épület, és teljes külső-belső felújításon is átesett. Az átadó ünnepségen Kövér László az országgyűlés elnöke, mint a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat vezetője vett részt. Az ünnepi köszöntőkben a szónokok az összefogásban rejlő erőt hangsúlyozták. Tisztelt polgármester úr, elnök urak, képviselőasszony, alpolgármester urak, tisztelt hölgyeim és uraim, és mindenek előtt tisztelt kedves gyermekek! Ahogy a felvezetőben is elhangzott, kettős minőségemben köszöntöm önöket, köszöntelek benneteket. Egyrészt a Magyar Országgyűlés elnökeként azon kötelezettségeim sorába, amelyek arról szólnak, hogy minden egyes jeles alkalomkor, amikor meghívást kapok, akkor fejezzem ki azoknak az együttérzését, akiket képviselőként, az országgyűlés elnökeként magam mögött tudhatok, akik megtiszteltek bennünket, képviselőket a bizalmukkal. Másrészt, mint a Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületének elnöke is jelen vagyok, és talán ebbéli funkciómat, pozíciómat ebben a pillanatban most fontosabbak is tartom, mint az előbbit. Annál inkább, hiszen mi magunk is hozzájárulhattunk ahhoz, hogy a természetkapás után ez az iskola, ez a tornaterem megújulhasson, gazdagodhassanak egy újabb lehetőséggel, ami az élet minőségéhez ezen a településen talán egy kicsivel hozzájárul. És ebbéli minőségemben hadd emlékeztessen mindannyiunkat arra, hogy bár éppen most itt mi ezt az átadást ünnepeljük, ennek a közösségnek a gyarapodását, de azért az elmúlt esztendőkben, akár a felső-zsolcai árvíz idején is, nem beszélve azután, utalok itt a kolontári katasztrófára, sok helyen történt az országban olyan csapás, ami emberek százainak, ezreinek, családok százainak, ezreinek az életét tette tönkre, lehetetlenítette el, vagy nehezítette meg jelentős mértékben. És az, hogy most egy év elteltével itt vagyunk például a kukáért Felső-Zsolcán, és egy sikerről számolhatunk be, az azért történhetett meg, mert úgy a magyar kormány, mint azok, akiknek volt lehetőségük a sajátjukból adakozni, és úgy azok, akik egyébként adott esetben a másokéből adakoztak, úgy értem, hogy közpénzből, mint azok az önkormányzatok, amelyek más önkormányzatoknak a segítségére siettek, és nem utolsó sorban végezetül említve azok, akik maguk is rászorulók voltak, összeadták mindazt, ami volt, akinek pénze volt az a pénzét, akinek szakértelme volt az a szakértelmét, akinek csak a idézőjelbetéve, csak a puszta két keze a munkaereje volt az azt, hogy segítsen azon a közösségen, amelynek szűkebben, tágabban véve, de maga is része. A magyarokra szokás azt mondani, hogy individualista népség vagyunk, azaz, hogyha ezt lefordítom magyarra egy kicsit, azt jelenti, hogy mintha egy kicsit önzőek is lennénk, és bizonyára ez nagyon sok tapasztalatból épül föl ez az önkritikus megjegyzés, de hála Istennek, amikor baj van, akkor ennek az ellenkezőjét szoktuk bizonyítani. Talán mindannyian emlékszünk az elmúlt időszak eseményeire, a legönzetlenebb segítség éppen azoktól jött, akiktől talán anyagi helyzetük okán, vagy éppenséggel a tőlünk mért távolságok okán ezt nem várhattuk volna. És amíg egy közösség képes arra, hogy megsegítse önként, sőt szívből, örömmel azokat, akik bajba kerülnek, addig nagyon nagy probléma az önazonosságunkat illetően, az összetartozásunkat illetően nincsen. Én azt kívánom mindannyiuknak, hogy ezt a szokásunkat őrizzük meg. Vegyük észre, hogy mindenkinek megvan a maga helye, szerepe a közösség életében. Ha mindenki megteszi azt, ami ráhárul feladatként, hogyha mindenki helyt áll a maga pozíciójában, legyen szó országgyűlési képviselőről, legyen szó vállalkozókat képviselő szövetség elnökéről, vagy éppenséggel társ önkormányzatokról, vagy legyen szó a falu lakóiról, polgárairól, ha mindenki a maga pozíciójában helyt áll, akkor azt gondolom, hogy ha nem is várjuk, nem is reméljük, hogy ilyen típusú ünnepi alkalmakban gyakran legyen részünk, hiszen ezt megelőzte mégiscsak egy szomorú, sajnálatos, már-már tragikus esemény, de mégis örömmel gondolhatunk arra, hogy egy olyan közösségnek a részei vagyunk,
amelyikben biztonságban érezhetjük magunkat. Hogyha ezt szem előtt tartjuk, és ha valahányszor eljövünk ehhez az épülethez, valahányszor gyerekek, ti bementek ebbe, ehhez az emlékezetekbe, emlékezetetekbe idéződik, akkor azt gondolom, ennek a közösségnek a jövője biztosítva van. Én megköszönöm mindazoknak a támogatását, akik rajtunk kívül ennek a programnak a finanszírozásában, létrehozatalában részt vettek. Elnök úrnak, a mögött álló vállalkozóknak elsősorban, hiszen azt gondolom, hogy ővék az oroszlán rész ebből a munkából. Megköszönöm azoknak is, ha megengedik, akik a gyermekmentő szolgálat mögött vannak, mert a félreértések elkerülése véget nem a jelenlévő két férfi ember az, akinek köszönhetik mindazt a támogatást, amit mi hozzá tudtunk adni, hanem azoknak a szponzoroknak, azoknak a segítőknek, támogatóknak, akik a mi egyesületünk mögött vannak, és természetesen megköszönöm a helyieknek is, hogy részt vettek abban, hogy most ma itt állhassunk ezen épület felavatás előtt. És hasonló sikereket kívánok Felső Zsolca közösségének, azon megpróbáltatások nélkül, amely megpróbáltatásokban ezen sikerült részük volt. Köszönöm szépen! Nagy tisztelettel köszöntöm az átadás alkalmában dr. Kövér László urat, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületének elnökét, és ezt mondom előbb is, az országgyűlés elnökét, dr. Tóth Lajost, Felső Zsolca polgármesterét, dr. Edvi Pétert, a Gyermekmentő Szolgálat elnökét, dr. Mennyi Rolandot, a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei közgyűlés elnökét, és hagyd ne soroljam végig mindenkit, aki megjelent, megtisztelte jelenlétében ezt a kis ünnepséget, és legfőbbképpen titeket, gyerekeket, egyiketeknek rossz csontabb a szeme, mint a másiknak. 2010-ben a tavaszi-nyári súlyos esőzések országszerte több száz ingatlan tettek használhatatlanná, lakhatatlanná. Az évtizedek óta nem tapasztalt mennyiségben lezúduló csapadék hazánkban a legnagyobb károkat itt Borsod-Abolcs-Zemplén megyében okozta. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége ezért még tavaly adománygyűjtésbe fogott a károsultok megsegítése érdekében. Felkérésünkre tagságunk részéről jelentős anyagi és tárgyi felajánlások érkeztek, a pénzadományok mellett így építőanyaggal is tudtunk segíteni a károk helyreállításában. A befolyt felajánlásokból legnagyobb örömünkre az erdélyi árvízkárosultak számára is tudtunk adományozni a tavalyi évben, így az MGYOSZ hozzájárult Bölön és Csíksomjó újjáépítéséhez is. Ott az adományok célba juttatásában segítő partnerünk Tőkés László püspök úr volt. Az összegyűjtött összesen 15 millió forintot és a felajánlott 100 tonna cementet Magyarországon az arra leginkább rászoruló települések intézményei számára juttattuk el. Örömünkre szolgált, hogy az adományok gyűjtéséhez, célba juttatásához olyan nagy lelkű és segítő partner találtunk, mint a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. A Gyermekmentő Szolgálat, illetve Edi Péter elnök úr hívta fel a figyelmünket Felső Zsolca és Erdő Horváthy általános iskoláinak kritikus állapotára. Az ő beszámolójuk hatására döntöttünk úgy, hogy az összegyűjt adományokkal az MGYOSZ is hozzájárul a két tanintézmény újjáépítéséhez. Az MGYOSZ és a Gyermekmentő Szolgálat által összegyűjtött adományokból Felső Zsolca általános iskolája 12,5 millió forintot és 40 tonna cementet kapott. Ennek köszönhetően adhatjuk át most a felújított tornatermet. Pontosabban ennek köszönhetően is nyilván az önök munkája jelentősen hozzájárul. A kilátástalan helyzetben lévők önzetlen támogatása hatalmas jelentőséggel bír, különösen az ország jelenlegi nehéz helyzetében. Éppen ezért a legnagyobb magyarországi munkadói szervezetként kötelességünknek éreztük, hogy mi is hozzájáruljunk az árvízkároktól sújtott települések és emberek nehézségeinek enyhítéséhez. Bízom benne, hogy a mai felsőzsolcai átadás lévén is felhívjuk a vállalatok figyelmét arra, hogy a bajba jutottak megsegítésének milyen fontos, és az épület felújításával hozzájárulhatunk egy gondtalan tanév megkezdéséhez, vagy folytatásához. Árvizek és egyéb katasztrófahelyzetek sajnos a jövőben is bekövetkezhetnek, ezt nem lehet kiküszöbölni. Ha azonban ilyen esetekben segítő kezet nyújtunk egymásnak, ahogyan most tettük, akkor a bajba jutottak a későbbiekben is képesek lesznek a talprálásra, a károk helyreállítására. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elnök úr, elnök urak! Kedves gyerekek, itteni lakosok!
csak azt mondani, hogy hú, de jó ma itt lenni. Ezelőtt, több mint egy évvel ezelőtt voltam itt először, borzasztó volt, aztán többször itt voltam, néha úgy, hogy a iskola vagy a város vezetői tudták, néha úgy, hogy nem tudták, és az igazság, hogy minden egyes alkalommal borzasztó volt, néha azt gondoltam, hogy még borzasztóbb is, amikor a víz levonult, és hát bizony nagyon sok szörnyűség maradt vissza. Emlékszem, amikor itt a kézilabda pályán, azt gondolom, hogy ásványvizes üvegek, üdösek és telik százezrei álltak, amikor a tornaterem tele volt mindenféle adománnyal, de nem volt igazán gazdája, és így tovább, és így tovább. Szerencsére elég hamar összefogtunk, szerencsére elég gyorsan kialakult az az elképzelés, hogy mit csináljunk itt, és azt gondolom, hogy nagyon örülök neki, hogy a mai napon végre örömmel és mosolyogva állhatunk itt. Az az igazság, hogy az önkormányzat megdolgoztatott minket. Kezdetben legalábbis nem olyan gyorsan sikerült a renoválás, átépítés, mint amiben megállapodtunk. Ezért aztán elég sok telefon, levélváltás és egyéb volt köztünk. De attól kezdve, hogy a felsőzsolcaiak mellé álltak és nekiálltak nem csak a intézetet, hanem a környéket rendbehozni, attól kezdve ez nagyon szépen és nagyon gyorsan haladt. Ma egy szebb tornaterem áll itt most pillanatilag mögöttem, és ti előttetek, mint amilyen itt valaha is volt, sokkal szebben meg lett csinálva, és engedjétek meg gyerekek, szülők, felnőttek, felsőzsolcaiak, hogy fejet hajtsak a teljesítményetek előtt, a tűrőképesítek előtt, és azt, hogy ezt az egy évet ilyen dolgosan, ilyen jól és ilyen szép eredményekkel túléltétek, végigcsináltátok. Köszönöm nektek, hogy segítettetek nekünk is ezt a iskolai építményt, ezt a tornateremet rendbehozni. Köszönöm szépen! Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Én elég sokszor megfordulok itt, de nagyon örülök, hogy most házelnök úr és az urak megtisztelnek a mi településünkön. Ugye 2010-ben én soha nem látott árvíz pusztított itt Felsőzsolcán, és addig talán azt se tudták, hogy hol van ez a település, és akkor hirtelen ilyen reflektorfénybe kerültünk. Most pedig látjuk egy év után az eredményeket, gyönyörű házak épültek újjá, intézmények újultak meg, új utak vannak, és ez mind az összefogás eredménye. Akkor az árvíz idején is nagyon sokan jöttek közösen együtt zsákolni, segítették egymást az emberek, majd utána egy kicsit feszültebb lett a hangulat, de mégis azt kell mondanunk, hogy az együttműködésből, az összefogásból mindig nagy dolgok születnek. És látván ezt a gyönyörű tornatermet, én emlékszem, amikor még ez ablakok nélküli magtárként állt itt, majd aztán egy tornateremként, és aztán utána megint az árvíz után ez tönkrement, és most még szebb lett, és ez mind a felsőzsolcai gyerekek javát fogja szolgálni. Pont egy hete volt itt Böjte atya, és egy misét tartott nekünk, és a felsőzsolcaiakhoz szólt, hogy nem kell mindig keseregni, és azon bosszankodni, hogy volt nekünk igen Mohács, és volt Trianon, és hát most már ezen csak keseregjünk, nem, előre kell menni, előre kell nézni, és bízni kell, bíznunk kell, bizalom nélkül nem működhet jól egy ország, és az összefogással, az együttműködéssel nagyon nagy dolgokat tudunk létrehozni. Úgyhogy további együttműködést, együtt gondolkodást, munkálkodást kívánok mindenkinek, és köszönöm, hogy én is szólhattam ezen az alkalmon. Tisztelt házelnök úr, tisztelt elnök urak, tisztelt vendégeink! 2010. június 4-én hazánk eddigi legnagyobb belterületi árvizének kellős közepén találta magát Felsőzsolcon. 2200 felsőzsolcai épületből 208 ház dőlt össze, és 1800-nál több lakás szenvedett valamilyen sérülést a víztől. Felsőzsolca nem maradt magára a bajban. A kormány segített, és a helyreállítás, az újjáépítés széles társadalmi összefogással valósult meg. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége adománygyűjtést kezdeményezett az árvízkárosultak támogatása érdekében. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat javaslatára döntött úgy a szövetség, hogy a Felsőzsolcai AMK tornatermének helyreállítási munkálataira nyújt segítséget 10 millió forint és 40 tonna cement adományozásával.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a támogatást 2,5 millió forint értékben a logisztikai segítséget, gyermekprogramokkal és ajándékokkal egészítette ki. A Budapest Főváros Kőbánya önkormányzata 10 millió forinttal járult hozzá a rekonstrukcióhoz. A felajánlásnak és a helyi lakosság, valamint a vállalkozók segítségének köszönhetően, kicsit elnyújtva, de a tornaterem végre újjáépül. Kapott tetőszerkezetet, új műanyag nyillászárókat, külső hőszigetelést és tisztasági festést. Az ünnepélyes átadáshoz Boda Mózes, az Ocean Borsod áruház igazgatója 25 darab adományozásával járult hozzá. Mára alig találjuk nyomait a tavalyi pusztításnak épületeinken, de a lelkök gyógyulása hosszadalmas, várat magára. Köszönet mindazoknak, akik együtt éreztek a zsolcaiakkal, akik tevékenyen segítették, hogy a város újjáépülhessen. Köszönöm szépen! A Sajó partján álló tornateremben kicserélték a nyillászárókat, újra szigetelték az épületet, járdát alakítottak ki, továbbá kifestették az öltözőket, mellékhelyiségeket is. Az ünnepség után rendhagyó sportbemutatóval avatták fel a csapatot. Felsőzsolt a járvíznek is az a tanulsága, mint nagyon sok látszólagos természeti csapásnak, hogy az ember közreműködése, felelőtlensége nélkül azért nem történne akkora baj, mint amekkora történt. Tehát azért nem akarok itt neveket emlegetni, és nem akarom én a felelősséget kiróni, hiszen nem az én dolgom ez. De hibáztak a hatóságok, hibáztak a befektetők, tehát azért elkerülhető lett volna mindaz, aminek elszenvedői voltak a felsőzsolcaiak, hogyha egy kicsit felelősségteljesebb gazdálkodást folytatnak ezen a területen bizonyos cégek, és az állam pedig teszi a dolgát, és őrködik a közérdek, a közbiztonság fölött. De ezen túl vagyunk, tehát én azt gondolom, hogy nem a múlttal érdemes foglalkozni, hanem a jelennel meg a jövővel. A jelen az az, hogy átadtunk egy felújított, megújult tornatermet, ennek az épületét, és jó első érzéssel konstatálhatjuk azt, hogy azért ebben sok mindenkinek az önzetlen segítőkészsége és kezemunkája benne van ennek az épületnek a falaiban, a vakolatában, meg a megújult állagában. És ez biztató a jövőre nézve, hogy azért minden nehézség, baj, dacára, ami sorozatban szakadt erre az országra, kisebb-nagyobb közösségekre, épp úgy, mint mondjuk a gazdasági válság, ami mindannyiunkat sújtja, azért megmaradt még az a képességünk, hogy ne csak magunkra gondoljunk, ne csak a magunk baján próbáljunk megsegíteni, hanem hogyha más még nagyobb bajban van, mi akkor próbáljunk odafordulni segítőkészre a másik emberhez. A kormány tette a dolgát, az állam tette a dolgát, elkészült a gát. Hát tette a dolgát, így van, és azt gondolom, hogy ez ahogy az megfogalmazás is mondja, ez a dolga, tehát nem azért jár köszönet, hogyha valaki elvégzi azt, ami a kötelessége, hanem inkább azért jár számunkért is, vagy járna számunkért is,
korábbi időszakra utalva, hogyha valaki nem teszi azt, ami egyébként a feladata, ami a teendője, amivel megbízták. Tehát az állam képviselőinek, működtetőinek nem jár köszönet, ugyanakkor, hogy mondjam, elismerés abban az értelemben igen, hogy nyilvánvalóan, ha egy közösségnek hasznot tud egy politikai döntés hozni, hogyha egy közösség úgy érzi, hogy az egész országot képviselő politikai vezetés, kormányzat rá odafigyel, akkor azért azt érdemes megjegyezni, mert ebből majd egy következő alkalom, amikor a bizalom kérdése ismét napirendre kerül, akkor lehet következtetéseket levonni, hogy megértemelték-e a megbízatásokat azok, akik a közügyeit intézték, vagy sem. Köszönet azoknak jár, akik úgy adtak, hogy arra nem volt semmilyen jogi meg erkölcsi kötelezettségük, úgy segítettek, hogy egyébként nyugodtan várhattak volna az állami segítség megnyilatkozásaira is, akár azokról a vállalkozókról beszélek, akiket a Gyári Porosok Országos Szövetsége Futó Péter elnök úr képviselt itt a mai ünnepségen, vagy akár a felsőoltaiakra is gondolhatunk, akik pedig a maguk baján úgy próbáltak segíteni, hogy nem vártak minden tekintetben másoknak az adományaira, hanem maguk is megfogták a szerszámnyelét. Beszélt ma itt úgy, mint politikus, beszélt ma itt úgy, mint a Gyermekmentő Alapítvány elnöke, de maga Kövér László mit érzett ma, amikor itt járt Felső Zsolcán? Hát, hogy így mondjam, rutinos szalagátvágó vagyok most már egy év után is, mert hál' Istennek munkámból, feladatomból fakadóan, úgy, mint a köz egy magas polcra helyezett képviselője, számos megkívást kell, hogy teljesítsek, és ezeket mindig jó szívvel, örömmel teljesítem. Nem azért, mert én sütkérezhetek a reflektor meg a média fényében, hanem azért, mert azt gondolom, hogy annak a közösségnek a képviseletében vagyok a szó szoros értelmében jelen, akik ezt az országot, ezt a nemzetet alkotják, föntartják, és akiknek a segítség nyújtási készsége a mai napon is megnyilvánult, vagy most egy szimbolikus pillanatban itt az átadáskor kifejeződött. Tehát örömmel voltam itt ezért is, örömmel voltam itt azért is, mert mint a Gyermekmentő Szolgálat elnöke, még ezen belül is egy olyan közösséget képviselek, amelyik arra jött létre körülbelül 20 évvel ezelőtt, több mint 20 évvel ezelőtt, hogy mások baján, elsősorban a gyermekek, bajba jutott gyermekek baján próbáljon segíteni, és büszke vagyok arra, hogy ennek a közösségnek a képviselője, elnöke lehetek, és nem utolsó sorban, sőt inkább elsősorban azért volt öröm számomra ez a mai nap, mert láttam ezeknek a gyermekeknek az arcán, még hogyha várták is, hogy végre ez az unalmas ünnepség véget érjen, hogy azért örülnek annak, hogy kaptak egy szép új tornatermet. Az épület körül faültetéssel is emléket állítottak a Jótékony Összefogás szép példájának. A kerítéssel is körülvett tornatermet és annak udvarát a 2011-2012-es tanévben már rendeltetésszerűen használhatják a zsolcai gyerekek.